Érkeznek a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések, illetve határozatok. A gépjárműadó fizetésére kötelezetteknek az adó első részletét március 15-éig kell befizetniük. Hívja fel az érintettek figyelmét a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk, határozatot kapnak, akiknek viszont változatlan az adóösszege, azokat értesítésben emlékezteti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a fizetésre. Azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható, nem kapnak sem értesítést, sem határozatot. Érdemes a fizetési határidőre figyelni, mert az adó késedelmes fizetésekor késedelmi pótlék növelheti az összeget. A fizetési határidőt nem befolyásolja, ha az adózó esetleg nem veszi át az emlékeztető értesítést. A határozatokat és értesítéseket a NAV csak azoknak küldi postán, akiknek nincs elektronikus elérhetőségük. Ha valakinek olyan képviselője vagy meghatalmazottja van, aki eljárhat a gépjárműadóval kapcsolatban, akkor a határozatot csak a képviselő kapja meg. Az emlékeztető értesítést az adózónak és a képviselőnek is kiküldik. Fizetésre lehetőség van a NAV mobil gépjárműadó menüpontjában, vagy a NAV ügyintéző felületén az ügyfélportálon keresztül is. A korábbi évekhez hasonlóan a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára is befizethető az összeg banki átutalással. Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovat elején. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Postai befizetéshez csekk a NAV 1819-es számú infovonalán a 3-as menüpont alatt, vagy online a NAV honlapján igényelhető. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik a befizetést.